Nagyon meleg volt az elmúlt napokban, mindenki egy kicsikét dőltre hagyja az ablakot, olyankor éjszaka is be tudnak jönni, hogyha nincs ugye megfelelő védelem a szúnyogok, hogyha nincs szúnyoghálunk, és akkor megcsíp bennünket, a lábunkat valahol érezzük, kicsit bekenjük valami krémmel vagy alkohollal. Ilyenkor is meg kell már ijednünk, vagy így még nem terjed? Tehát hogyan terjed egyáltalán ez a kór? Igen, ez relatív új betegség nálunk, de azt is szeretném mondani, mondjuk rá, hogy 2013-ban akkor 35 halálos kimenetű eset volt. Tehát most 21, remélem, hogy így fog is maradni, de csak egy példa. Tehát ez nem valami csak idén, hogy nagyon sok van beteg, körülbelül több mint 200. Mindig szoktuk mondani körülbelül, mert nem tudunk pontos adatokat. Mert ez egy olyan betegség, tehát nyugodt nílusi láz, de egyáltalán nincs semmilyen klinikai kép. A 80%-ból szokott így lenni. Tehát ha valaki fiatalabb, mint 50 év, vagy idősebb, de nincs valami krónikus betegsége, megcsíp egy szúnyog, és csak ennyi. Tehát nem lesz beteg. De néhány hét után lesznek az antitestek a vérben. Tehát mi bírunk tudni, hogy valakinek tényleg jött a szervezetbe egy nyugodt nílusi láz vírus, hogy a test reagált, de nem volt beteg. De sajnos 20% körül lesz valamilyen klinikai kép. Mondjuk rá magas láz, fejfájás, izomfájdalom és hasonló. Tehát nekünk is sokszor már volt ilyen klinikai kép, fejfájás néhány nap. Mi akkor nem bírunk tudni, miről van szó, de néhány év ezelőtt már létezik a diagnosztika. Tehát biztos, hogy korábban is volt ilyen betegség, de ha nincsen diagnosztika egy területen, egy országban, nálunk érkezett 2012-ben először, azóta tudunk, hogy van ez a betegség, és akkor csak a diagnosztikai tesztelés alapján bírunk tudni, hogy valakinek van ez a betegség, vagy nincsen. Valami specifikus klinikai kép nincsen. És ugye említette a klinikai képet, valamint a diagnózist, akkor hogyan lehet meghatározni azt, hogyha valaki ebben szenved, meg kik azok, akik igazán veszélyeztetettek, mert ugye azt is említette, hogy van, akit megcsíp a szúnyog, és semmi nem történik, van, amikor pedig elmúlik egy kis idő, és akkor megtörténik a baj. Persze. Mikor elmúlik lapongás idő, 3 nap, maximum 14 nap, akkor attól félünk, hogy ne legyen komoly súlyos betegség, tehát neuroinvazív forma, ami azt jelent, hogy a betegnek lesz vagy agy velőgyulladás, enkefalitis, vagy agy hártyagyulladás, tehát meningitis. És akkor kerül kórházba. Mikor mondunk, hogy egy területen van, mint nálunk Szerbiában 213 beteg, akkor mi gondoljunk ezekre a súlyos klinikai formákra. Reális szám nem bírunk tudni. De tudunk, hogy körülbelül, mikor van egy súlyos eset, akkor 200-300 eset van, ami enyhebb. Tehát biztos, hogy Szerbiában idén is volt több mint 10 000, 20 000 nyugodt nílusi láz eset, de vagy nem volt semmilyen klinikai kép, vagy nagyon enyhe. Tehát ez a szám 213, ami legutolsóbb adat, az jelent, hogy kórházba került ennyi ember, akinek volt súlyos klinikai kép. Diagnosztika vérből nem jó, mert antitestek bírnak lenni egy időben, hogy valakinek van súlyos klinikai kép, plusz ez a betegség. De ha van tehát az agy gerincvelői folyadékban antitestek, ami csak akkor bírunk tudni, ha csinálunk a lumbál punkciót, tehát a szúrcsapolás, igen, néhány csöpet, akkor bírunk tudni, hogy az tényleg azért valakinek van kóma, vagy agyvelőgyulladás, vagy hártyagyulladás, ha találunk tehát ez a likvorba antitesteket. A vér alapja nem elég. De persze ez relatív agresszív diagnosztika, beavatkozás, azért nem is csinálunk. Csak akkor, ha valaki kerül már kórházba. Na most biztos lesz a következő kérdés, mit kell csinálni, hogy ne kerüljünk a kórházba. Ez az. Na, az orvosság, még, tehát a etiológiai, vagyis az aki kezelés még mindig nem létezik, bárhol a világon. Azért jó lenne, ha létezne egy védoltás. Ez se létezik. Akkor mit lehet tenni, doktor úr? Igen, hát a válasz nagyon egyszerű. Egy mondat. Kell kikerülni a szúnyogcsípészt. Na most, áprilistól novemberig, most lehet, hogy lesz decemberig is, mert nagyon enyhe lesz az ősz, a tél kezdet is. Tehát ameddig aktívak a szúnyogok, addig mi bírunk kapni ezt a fertőző betegséget. Védoltás nincsen, aki kezelés nincsen. És hogyan jött ez az országba? Mert ugye említette, hogy 2013, és akkor is volt már több halálos Igen. áldozat, több mint 30. Hogyan jutott ez az országba, és van-e esetleg valami, ahogyan ezt
ki lehet kerülni, vagy visszaszorítani egyáltalán a terjedést? Ez egy tipikus vektorbetegség. Egzotikus, tehát valamikor volt csak Afrikában. De a madarak nagyon fontosak, mint gazdák. Tehát egy madárba bír lenni a hatalmas vírus koncentrációja vérben, és mikor egy madár jön konkrét Afrikából Európában, és van egy éhes szúnyog, aki megcsípt azt a madarat, akkor megfertőzik az a szúnyog is. És akkor így tovább az a szúnyog, mint vektor, terjesztik ezt a kórokozót. A szúnyog bír megcsípni bármelyik állatot. Tehát nem csak emlőseket, madarakat, így tovább, mondjuk a krokodilakat, lehet sorolni néhány ezer különböző állat, sajnos valamikor bír megcsípni az embert is, és akkor ember lesz beteg. Tehát ez egy ilyen zoonózis. És minden szúnyog fajra jellemző ez, tehát mindegyik fajtája a szúnyogoknak terjesztheti ezt? Hát sajnos úgy tűnik, hogy igen. Tehát amikor beszélünk a maláriáról, akkor nálunk azért nincsen malária, mert nincsen anoféle szúnyog. De ha beszélünk a nyugodt nílusi lázról, a legtöbb esetben nálunk bírunk találni a kulex szúnyogokat. A kulex szúnyog a hazai a házi szúnyog. Tehát éppen itt él Európában. Tehát úgy tűnik, hogy több ilyen faktor van. Tehát egyre melegebb a klímaváltozás, migráció, akkor jönnek új fajta szúnyogok, de nem csak új fajtak, hanem a házi szúnyog is aktuális, és úgy tűnik, hogy az ember is kicsikét megcsinálta, hogy legyen nagy területen ez a betegség. Konkrét, Amerikából 20 év ezelőtt érkezett először ez a betegség, úgy tűnik, hogy az ember tehát importált Amerikába valaki a madarakat, ahol volt, tehát egzotikus madarak, de az ő vérbe már volt a kórokozó. És akkor szúnyog, aki volt, ha úgy bírunk mondani, egészséges Amerikában, elég volt, hogy egy madarat megcsíp, jön a szúnyogba az a vírus, és tovább aztán a szúnyog terjeszti ezt a vírusokat. Úgyhogy ma a nyugodt nílusi láz egy olyan vektorbetegség, amit bírunk találni egész földön. Csak a dél sarkon persze nincsen. És még annyit mondjon, hogy mondjuk, hogyha vannak ezek a készítmények, amik arra valók, hogy előzik a szúnyogot, tehát különböző repelensek, igen, akkor ezekkel meg lehet előzni, hogy ők is megcsípjenek minket, tehát ezek, akik hordozzák a nyugat-nílusi lázat, vagy... Repelenseket kell használni. Persze, ha beszélünk a megelőzésről, azért, mert még nincsen a specifikus védőoltás, az specifikus lehet megelőzés, ilyen általános megelőzés, tehát mindig kell használni repelenseket, aztán szúnyoghálókat kell használni, tehát jó, persze meleg van nyáron kell, hogy nyitva legyen az ablak, de legyen a szúnyogháló az ajtón, az ablakon, és így tovább. És jó lenne kikerülni azokat a helyeket, ahol tudunk, hogy van sok szúnyog. Mondjuk rá este fele, mikor aktívabbak, vagy reggel, attól függ melyik folyton, no, ez is nem mondja egyszerű beszélni, de mondjuk rá a tó mellett, mikor vagyunk folyó, macsár mellett, akkor persze mindig kell használni ez a repelenseket. De nem kell félni, ijeszteni embereket, mert mondom, nagyon sok szúnyog van, nagyon sok vírus, de mégis, ha én mondom 21 halálos eset, az valaki fog mondani, az sok. De ha nézzük, mennyi? Hát igen, és ember hány, eddig is volt, tehát 20 év ezelőtt, 30 év ezelőtt, mi szoktunk hallani, hogy valaki meghalt, azért, mert neki volt a vírusos agyvelőgyulladás, vagy vírusos agyhartyagyulladás. De nem tudtunk, melyik vírus, hanem jó volt egy vírus, meghalt, sajnos. Most már tudunk konkrét, az a vírus kicsoda, tehát nyugodt nílusi lázvírus, ez az első lépés, hogy legyen egy orvoság. Tehát nem is bírt egy tudós megcsinálni orvoságot, mikor nem tud, melyik betegség aktuális. Most tudunk, van betegség, és persze most nagyon sok ember, nem csak Európában, hanem Amerikában, Japánban is, ahol aktuális ez a betegség, foglalkozik avval, hogy néhány éve lesz biztos védőoltás, és megfelelő, tehát etiológiai okikezelés. Addig kell általános módon, tehát igen, persze, repelensek vagy hunyoghálók.